Az állatok természetes fiziológiai változásokkal készülnek fel a hideg téli időszakra, ami kimaradhat vagy lelassulhat, amikor a hőmérséklet magasabb a megszokottnál. Avval hogyják, hogy a zalú szőrjük nekik, és az a zsírtartalmuk csökken, amikor hogyják a magasabb hőfok van. Ezzel az állatok nincsenek elég készítve jó a kisebb a hőfokra, és akkor, ha véletlen bejön az a nagy változás, akkor kicsit érzékenyebb. A télre nem jellemző meleg időszakban olyan betegségek is kialakulhatnak az állatoknál, amelyek inkább a nyári napokra jellemzőek. Betegségek főleg karakterisztikusan az ektoparazitákra. Ebből a szempontból mondjuk a kuláncsok, amik a legkarakterisztikusabbak, sokszor a vadászkutyák meg vannak evel, hogyják, támadva, mert ők a vadászat közben jönnek valami vagy szárizékbe, vagy valami szalmába, benyújtik a fejüket, ilyenkor tudják magunkat lefertőzni. És ezért a periódusban fontos, hogy az állatokat megvédjük ekto- és endoparazitáka, rendszeres fotyák ótásokkal, és főleg a veszettség elleni ótásokra. Az állatorvos azt tanácsolja, hogy a házi kedvenceknek vitaminokban gazdag táplálékot adjunk, így megvédhetjük őket a váratlan hőmérsékletváltozásoktól. A rövidebb szőrű állatok esetében pedig a hideg napokon ajánlott akabátka használata.